szerelése egy bevásárló szatyornyi törött orosz villáskulcs. Még arra sincsen pénze, hogy busszal elmenjen és megnézze a legközelebbi rali pályát, térképről készül a nagy versenyre. Az elszánt autóversenyző több mint egy éve gyűjti a 100 000 forintos nevezési díjat, most 21 000-nél tart, de ahogy a falu hívja Józsi, olyan elszánt, hogy Tiszabecsen mindenki biztos benne, hogy hamarosan ünnepelt bajnok lesz. Józsi nem tud lassan menni. Próbálta sokszor, nem sikerült neki. Úgyhogy ma már nem is próbálja. Úgy döntött, autóversenyző lesz. És ha otthon Tiszabecsen vezetni akar, inkább lezárják az utat a forgalom elől. Mert Józsi néha akkor sem tud fékezni, ha szeretne. Eddig 35 versenyautója volt, és egyik sem ért többet 30 000 forintnál. Ez a 35. versenyautó. Legalábbis ami maradt belőle. Józsi büszkén mutatja, hogyan faragott a Zsiguliból a két kezével rali autót. Ez például a szélvédő az azért tűnt el, mert egy edzésen, tehát kiesett. Kiesett egy edzésemen, nekem semmi bajom nem lett, egyszerűen csak megadta magát. Tiszabecsen kétféle ember él. Az egyik csak drukkol Józsinak, a másik szponzorálja is. Csak hát Tiszabecsen szegények az emberek, és néhány száz forintos adományokból nehéz versenyautót építeni. Viszont egyből főszponzor lehet az, aki 1000 forintnál többet ad. Így lett főszponzor Guszti, a helyi éttermes, aki ebédet szokott adni Józsinak. Főszponzor a szürke pulóveres Zoli is, aki talált egy 4 pontos biztonsági övet, és azt átadta a versenyzőnek. És ma újabb főszponzort avattak, Sanyi bácsit. Ő adta a 36. versenyautót. A legújabb főszponzor rokkan nyugdíjas almatermelő, és Józsi az egyetlen szórakozása. Azért is adtam oda neki az autót, mert felfigyeltem rá, én bízok benne a Józsiba, hogy hát tehetséges fiú, és szerintem lehet belőle egy jó versenyző. Józsi nem panaszkodik, hogy az új autó csak kívülről nyitható. Néhány mozdulattal eltávolítja a kipufogó dobot a jobb napokat látott családi kocsiról. Ennyi a mutatvány lényege, így készül a Tiszabecsi versenyautó. Nem gyors, de nagyon hangos. Közben megjön Józsi édesapja, idős Blukács József is. Ő edző és pályateszter egy személyben. Kezdődhet az oktatás. Kinyomod a kuplomot, igen. Harmadikba visszaváltom, és akkor belengeded a kanyarba. Tartod a virányzat, a sávot hát marad lent. És mikor a kanyarba beleértél, kinyomod kuplunk harmadikkal, és utána, mikor beleértél a kanyarba, kiengeded a kuplungot, a lábod először, mikor a kuplungot nyomod, a fékkel legyen a gázon. Mikor beleérték, akkor megfogod, felengeded a kuplungot és tűz. Próba edzés az új autóval. Józsi száguld, boldogok a főszponzorok. Az öreg Lada 3 kört bír a Tiszaparti kavicsosan, aztán megadja magát. Az olcsó ukrán benzintől eltömődött a benzincső. Vagy víz, vagy kosz? Víz, vagy... Mi az Isten, a hús is van benne. Üvegben kell előre vinni az üzemanyagot a tanktól a motorig. Várj, hát ember, nehogy így is kell fűbe, várj. Na most. Próbáld, Józsi. Aztán még 2 kör, és a gázpedál is beszakad. Maradj így, majd fel kell húzni, eltört a gázkor. Eltört a gázkor, majd fel kell húzni. A pórul járt versenyautót Misi, az istálló 2-es számú pilótája vezeti haza. Józsit pedig az egyik viharvert főszponzori Mercedesben szállítják el a baleset helyszínéről. Kicsit lavadjam. Másnap reggel. Józsi otthon. A rosszkedvű versenyző a szponzorlistát mutatja. Ebből tudja, ki mennyit adott már neki. A kis nyugdíjasok 200 forintot például, vagy a, tehát aki megengedhetne magának, az 500 forintot, tehát BT-k 1000 forintot, tehát a legmagasabb összeg a Tiszaékteremtől jött, ami 3078 forint volt, ez egy diszkó bevétele volt, és még külön egy 1000 forint alig megpótolt, tehát ez volt a legtöbb összeg, és ezt meg is tudom mutatni.
Száraz edzés Józsi nappaliában. A gázpedált már kijavították ugyan, de a gumik teljesen tönkrementek. Használható autó hiány a főszponzorok és az edzők Józsi elméleti ismereteit csiszolják. Videón nézik a profikat. Én nekem megmondom, az ilyen kanyarokat, amit ezek itt szednek, ezt így akármikor. Hát ez, ilyen autóval ezt jobban oda lehet tenni. Aztán kisebb vezetéstechnikai vita robban ki idős Blukács vezetőedző és Danó Bálint segédedző között. A téma a kinyomott kuplung. Kanyarban nem szabad kinyomni a kuplungot. Motorfékkel kell belemenni, tanult az ember a vezetéstechnikáját, és kanyar előtt visszakapcsolni. Na most a motorfék közvet bele, az az autó annyira lelassul. Kinyomod a kuplungot, nincs motorfék. A kanyarban már várjál, a kanyarban már nincs ide. Visszakapcsolni. Nincs, azért ott már másodperceket vesztem, mert megmondom neked miért. Nem igaz. Eleve legyenek be egy motorfékkel, mert előírás nekem a kanyarba kell visszakapcsolni. Józsiékra rámosolyog a szerencse. Újabb főszponzor találnak Kánya Gyula butikos személyében. A vállalkozó két futózott csetéli gumival támogatja meg a csapatot. 10 perc múlva mindenki lent van a Tisza parton. És Józsi is nekivág a versenyautóval. Csak előbb az útviszonyokhoz igazítja a gépet. Kiszállás ugye a jobb oldalon, mert bal oldalt nincs kilincs. Előre a motorházhoz, és már is indítható a külső kapcsolóval szerelt ablaktörlő. Csak össze kell érinteni a két telefonzsinort, és zárni az áramkört. Az edzés megy a maga útján. Józsi szorgalmasan szágul jobbra, majd balra, a főszponzorok és a rokonok pedig a lehullott diót nassolva teszik teljessé a szórakozást. Oda át két idős asszony tallózik a dióból. Kiderül, hogy az egyik közülük is szponzor. Amúgy nagyon szépen megköszönt, igazság szerint. Én nekem igaz tetszik. És meg szabad tudni, hogy mennyire támogatta őt? Nem sokkal. Ilyen minimális. De 1000 forint? Hát 500 forint, de mondtam neki, ha esetleg lett volna több, akkor többet adtam volna. Egyetlen incidens zavarja csak meg az edzést. Idős Blukács most tesztpilótaként rossz időpontban kezdi meg a pályapróbát, és kis hián frontálisan ütközik a 36. versenyautóval. De Józsi korrigál, és a kényszerpihenőt kihasználva kiáll a box utcába üzemanyagért. Jöhet a közvetlen befecskendezés. Sanyi hátul szív. Jani diót tör a versenyautó tetején. Majd lezárom, én hozod a csövet. A többiek elől javítgatják a benzincsövet. Néhány másodperc, és Józsi megint roboghat. Van kb. 10 perce, amíg a 2 literes üdítős minitank bírja benzinnel. A Tisza becsiek már bált is szerveztek Józsi megsegítésére. Abban reménykedtek, hogy a kultúrházi gálaes bevételéből Józsi végre vehet magának egy igazi versenyautót. 42 ezer forint jött össze. Ebből 10 ezer forintot hazavitt a zenész. 18 ezer forintba kerültek az üdítők meg a szendvicsek, és 10 ezer forint elment a szervezők úti költségére. Maradt tehát 4 ezer forint. A főszponzorok végül úgy döntöttek, hogy ebből vesznek egy fél tank benzint a meglévő versenyautóba. Újabb gálaest Guszti főszponzornál. A Tisza étteremben a sikeres edzést ünneplik a rokonok és a támogatók. Józsi nagy utazásra készül. Másnap találkozik az ország egyik leghíresebb rali bajnokával. Megnézhet egy igazi rali autót, és talán ki is próbálhatja. Tiszabecs leggyorsabb embere könnyes szemmel búcsúzik a versenyistállótól. Holnap Budapestre tudok menni, ahol remélem szégyent nem hozok a Tiszabecs népére, és meg szeretném nektek köszönni, de komolyan. Tehát nem tudom elmondani, mert most tényleg kocson vagyok, mert... Másnap. Vácrátóton vagyunk, Budapesttől 30 kilométerre. Az autót szerelő urat Varga Zoltánnak hívják. A többi autóversenyző csak úgy ismeri, hogy a Cigány. Cigány tavaly 6. volt az országos toplistán, ladájával megelőzte Ferjánc Attillát is. 16 éve versenyez, a tavalyi idényt ezzel a 2 millió forintot érő ladával csinálta végig. Most vendégekre vár. Józsit Guszti főszponzor és Zoli főszponzor kíséri. Ez egy nagyon szép hobbi, de nagyon költséges. Tehát én most itt egy pár perc alatt én beleszerelmesedem én jobban, tehát szerelmes leszel az egész autóversenyezésben, és utána megpróbálom elvenni a kedvedet tőle, hogy ez miért nehéz, mitől nehéz, és de ugyanakkor szállsz, lebegsz, és nagyon jó. Tehát szenzációs maga. A kedvem az biztos nem tudod tőle elvenni, mert továbbra is csak ennek élek, tehát hogy ez létrejöhessen.
Meg azt szeretném tőle megkérni, hogy megnézhetném a motor. Mindent megnézhet. Motor, teret, mindent. Józsi elhűlve hallgatja a sok százezres alkatrész árakat. Ehhez bizony százával kellenek a főszponzorok Tiszabecsen. Aztán Józsi elindulhat élete legizgalmasabb túrájára. Cigány padlógázzal száguld a földúton. Volt úgy már, hogy edzésen széthajtottad? Mondjál! Volt úgy, hogy edzésen széthajtottad? Persze, szoktam. És végre Józsi a sor. A 30 éves kezdő pillanatok alatt belejön a vezetésbe. A híres versenyző két kört engedélyez a tiszabecsi kollégának a versenyautóban. Hát maga így, ahogy van ez az autó, ha talán egyszer nekem egy ilyen lehetne. Tehát ezzel már ott lennék, ahol kell. Józsi még meghallgatja Cigányt, aki arról beszél, hogy egy kicsit öreg már ahhoz, hogy kezdő versenyző legyen. Aztán indulnak haza Tiszabecsre. Józsi megint messziről álmodozhat arról, hogy egyszer talán ő is ünnepelt sztár lesz. De addig marad a vasvilla meg a közhasznú munka otthon a faluban. És marad a 23 ezer forintos fizetés, amiből olykor bizony még Sanyi bácsi zsigulia is túl drága versenyautó. Lukács Józsefben amúgy ott szúnyad a tehetség.